Sziasztok! Tudjátok, ezen a csatornán időnként komolyabb dolgokkal is foglalkozunk, mint az autók. Mert hát ugye, tegyük a szívünkre a kezünket, ez az autózás dolog, ez persze ez nagyon klassz, meg nagyon jó, de az élet az nem erről szól. Az élet a sokkal komolyabb, sokkal tragikusabb szituációkat tud előállítani, úgyhogy ma úgy döntöttünk, hogy hozunk nektek egy olyan fiatalembert és a családját, édesanyját, aki megérdemli a figyelmet. Tavaly nagyon sikerrel tudtunk segíteni rajtatok keresztül, vagy a segítségetekkel egy leukémiás kislánynak, és azóta is több családnak segített már ez a közösség. Úgyhogy most arra kérlek titeket, hogy nézzétek végig ezt a videót, és ha tudtok, segítsetek egy olyan SMA-s fiatalembernek, aki igazán megérdemli, hogy odafigyeljünk rá. Úgyhogy szeretném nektek bemutatni ma Dancsit és édesanyját. Gyertek! Menj előre. Sziasztok! Szia! Hello! Ő Krista, Dancsi, ő Dani, pedig édesanyja, ő pedig egy vérmes házőrző, aki Panka névre hallgat, és nagyon klassz pulóvere van. Na gyere, dobjuk le a cipőt, és nézzük meg Danit. Szóval, szia Krista! Ez itt Dancsinak a, ez a Dani-nak hétköznapi. A hétköznapi kerekesszéke. Ebben van egy modul, hogy ő tudjon önállóan ülni. Ezzel az a baj, hogy neki most annyira fáj a gerince, hogy nem tud benne sokat egy huttamban tartózkodni, és akkor ki kell feküdnie, úgyhogy ez emiatt sem jár iskolába, a Covid helyzeten túl. Uh-huh. Azt szeretnénk tőletek kérni, segítsetek abban, hogy valóra váltsuk Krisztáéknak azt az álmát, hogy ezt az autós ülést, ami ránézésre olyan, mint egy gyerekülés. Igen, de jóval nagyobb. De jóval nagyobb. És 40 kiló feletti. És jóval speciálisabb. Igen. Hogy ezt az ülést szeretnénk, hát valamilyen módon a közösség által megvásárolni. Ennek az ülésnek németországi forgalmazója, ma jól látom, az árak euróban vannak. Igen. És ti összeírtátok, hogy mi minden kell. Ez azért kell, hogy tud szállítani a fiatalember? Igen. Tehát uh-huh. Önállóan nem tud ülni, és emiatt muszáj biztonságosan rögzíteni. Ezt az ülést, itt összeírtad, hogy milyen opciókkal kéne megvenni. A nap végén kijön az, hogy ennek az ülésnek az ára 3487 euró a német áfával, ami körülbelül 1,3 millió forint ugye itthon, illetve átszámolva forintra, és hát ez kéne ahhoz, hogy tudjatok közlekedni. Így van. Ugye? Ezt az ülést egyébként nem támogatja az egészségbiztosító? Egyáltalán nem. Magyarországon ez nem működik. Nem, ez azért újdonság, mert ilyen méretben nem szokott használtan sem Magyarországra kerülni, mert a legtöbb speciális autós üléshez úgy jutunk hozzá, hogy használtan. Uh-huh. Általában a skandináv országokból érkezik adományként, és ezt itt van értékesítik. Oké, értem. Jó, akkor beszéljünk egy picit az SMA-ról, és ismerjük meg Dancsit. Sziasztok, szia Dani! Szia! Örülök, hogy megismerhettelek. Jól tudom, hogy 10 nap múlva leszel 18? Igen. Szuper, gratulálok! Édesanyjától ugye arról beszélgettünk, hogy a te betegséged az SMA, de valójában szerintem nagyon kevesen tudják, hogy mi az az SMA. Elmondod, Krista, hogy mi az a betegség? Az SMA az egy izomsorvadás, illetve a következménye az izomsorvadás az SMA-nak. A mozgatóidegek pusztulnak el fokozatosan, ami egy fokozatos bénulással jár. Hogy telik egy napod? Elmeséled nekem? Igen, én egy suliba járok, gimnáziumba, az Adetúr iskolába. Uh-huh. Ott online oktatásban becsatlakozok egy órára, uh-huh. amennyire tudok, épp amennyit bírok. Ott vagyok, figyelek, délután pedig egy kicsit lazítok, ha éppen nem ilyen gyógytorna. Mivel szeretsz lazítani? Én online játszom. Online játszom. Hát gondoltam, hát a te korodban a srácok mind ilyenekkel foglalkoznak. PlayStation ez a? Igen. És mi a kedvenc játék? Fortnite. Na.
Fortnite haverokkal, hálózatba kötve. Igen, de egyedül is viola játszik. Egyedül is, aha. És szoktak átjönni barátok, meg így megy a bandázás? Az nem. Aha. És a suliban mi a kedvenc, mi az, ami igazán érdekel? Az angolt nagyon szeretem. Uh-huh. Nagyon jól megy. Nagyon régóta tanulom. Nyelvvizsga? Az még nem. Érettségi idén. Érettségi idén? Igen. Előrehozott érettségi. Informatikából és angolból. És az informatika? Informatikát szeretem, uh-huh. De nem azt a részét, amit épp tanuljuk. Mert hogy mit szeretnél belőle? Vagy programozást. Mi? Programozással foglalkoznál igazából. Aha. Hát figyelj, a programozás az egy szuper jó szakma, tehát azzal lehet mit kezdeni. Meg játéktesztelésre. Olyan mosolygósak vagytok. Honnan van az erő, Kriszta? Daniból. Daniból leginkább. A hétköznapokban nem annyira tragikus ez a dolog, mint amennyire ez kívülről egy... De azért ehhez kell egy nagyon erős belső biztos. Tartás. Biztos. Látom, hogy sugárzol egyébként, tehát. Meg hát nagyon aktív is vagy, ugye? A közösségi médiában is. Igen, az SMA-sok összefognak? Van valami közösségetek? Igen. Az SMA Egyesületnek vagyok az elnöke, most már 5. éve, és igyekszünk összefogni a csapatot. Elég nehéz, mert ugye nagyon széles a korosztály is, meg a betegség is nagyon, uh-huh. nagyon sokféle. Úgyhogy egy kicsit nehézkes ez. De hogy tudtok egymásra támaszkodni. Igen. Most Dani ágyán ülünk. Igen. Azért látom, hogy ott vannak gépek. Nyilván ez hozzá tartozik a napi rutinhoz. Elmeséled, hogy történik? Mondjuk az alvás, hogy alszotok, vagy ezek a gépek mire valók? Ez két különböző gép, az egyik a köhögtetőgép, ez az alsó, és ez arra szolgál, hogy a tüdőbe felhalmozódott váladékot eltávolítsuk. Tulajdonképpen olyan, mint egy porszívó és egy hajszárítónak a házasságából született gyermek, tehát nagy nyomással befúj levegőt, amit hirtelen kicuppant, és akkor ezzel a saját köhögését erősíti. Uh-huh. Mert hogy ugye SMA-ban a légzőizmok is gyengék, és emiatt erre szükség van. Illetve a másik gép, amihez kapcsolódik, a már kitakarított tüdővel kell a légző izmokat segítve használni az alvás közben. Az alváshoz ilyen segítséget használtok, igen, ugye? Igen, egy maszk. Egy maszk van a Dani éjszaka. Ami tolja a levegőt. Így van. Hogy az éjszaka meg tudjanak pihenni a tüdőizmok? Így van. És akkor nappal nincs rá szükség. És az étkezések hogy zajlanak? A Dani most már második éve mesterségesen is táplálva van. Ez azt jelenti, hogy van a hasán egy lyuk, amin keresztül fecskendővel kap tápszert. Megy be a tápszer. Aha. Igen, de száján át is iszik. Csak ez egy kiegészítő kalória uh-huh. forrás, mert kevésnek bizonyult a növekedéshez már, amit saját úton tudott tenni. Értem. Ez egy 0-24 dolog nálad. Ez egy 0-24. És akkor nyilván meg kell kérdezni, mert hát mindannyiunknak az élethez szüksége van pénzre, hogy ezt valami állami segélyből, vagy gondozási segélyből, igen, miből tudjátok fenntartani? Hívják ezt a segélyformát, ezt most már egész jól megemelték, most már 150 ezer forint. Most senki nem gondol bele, hogy itt két embert kell eltartani ebből a pénzből, mert nyilván azért én is eszem, meg én is nem tudom, veszek levegőt. Hát meg létezünk. Meglétezünk. Azt látom, hogy itt azért hatalmas szeretet van, ugye? Azért anya mindent megtesz érte is. És ez oda-vissza megy, ez az energia. Szuper anya. Szuper anya? Világ legjobb anyukája. Hát az anyukák ilyenek egyébként. Mindig a világ legjobb anyukája. Az őket kapjuk meg. Anya nekem úgy mesélte, hogy amikor kiderült a diagnózisom, meg se adták az esélyt, hogy esetleg tovább élek, mint 7 éves kor. Ez így van. Tehát azt mondták, hogy a születéskor ez nem derült ki, születés után, 10. hónapban derült ki. Igen. Mert nem kúszott, mászott, forgott a Dani. Igen. És akkor megvizsgálták. Igen, több vizsgálat után közölték a diagnózist, hogy nem fogja megélni a második születésnapját. És azt mondták, hogy nem fogja megélni a második születésnapját. Igen.
és el nem tudtam képzelni, hogy ez hogy fog zajlani, mert ugye nyilván volt egy 10 hónapos gagyogó cuki gombóc a kezembe. És ilyenkor mi történik? Hát zokog az ember 3 hónapig. És aztán azt mondod, hogy ez nem így lesz. Hát nem tud. Hát egyrészt ugye az ember úgy érzi, hogy ez az utolsó nap akár, tehát hogy akkor van egy ilyen hangulat, hogy akkor tegyünk meg mindent, amit lehetett. Más, utána meg elkezd gondolkozni, hogy na de már miért? Hogy nem érti, hogy ez zajlik meg, hogy tehát nem volt semmiféle légúti fertőzése, nem volt náthás. Az első tüdőgyulladás a 3 évesen volt egyébként. Amikor az orvoshoz visszamentetek, és már nem 2 éves volt, hanem 3, meg 4, meg 5, meg 8. És akkor megkérdezte az orvos, hogy mit csinálok vele. És akkor volt egy szembesítésű doktor úr? Igen. És akkor ő... De tényleg ezt ösztönösen, tehát elkezd az ember gondolkozni, hogy elolvastam. És de mit csináltad? Akkor még amerikai oldalak voltak. Mitől sikerült ez a folyamat? Nagyon figyeltem a gyerekre. Tehát, hogy neki mi jó. És ez egy mai napig is, tehát, hogy ami maximálisan megbeszélünk az utolsó gondolatig mindent, hogy az mit miért. Az SMS egy genetikai betegség, igen, ugye? Igen. Az előbb mondtad, hogy... Minden 38. ember hordozza ezt a hibás gént. És a 2 szülő ezzel a hibás génnel találkozik? Igen, akkor is 25% esélye születik beteg gyereke. Hány SMS gyerek van Magyarországon? Kb. 200-250. És akkor, ugye hát te már sok mindenen átmentél, akkor te támogatod azokat a szülőket, anyukákat, akik éppen most kezdik ezt az utat? Aki hozzám fordul, igen, természetesen. De hát nyilván a Dani korosztálya volt az, akivel inkább tudtam tartani a kapcsolatot, most már a fiatalabbak, amelyek számomra. Javul egyébként ennek így az orvosi... Megítélése? Megkezelése? Meg az egész mindenképpen, a procedúrák persze. Azok? Hát miután nekünk még ugye nem mondták azt, hogy mondjuk most már a amerikai szakirodalomban is az szerepel, hogy a gyerekek, az SMA1-ben a gyerekek 50%-a nem éri meg a 2 éves életkort. És azért ez egy nagy változás, ugye még ez a terápiák előtti időből való. Aha. Tehát ez egy teljesen más. De ez majd igaz mondás, hogyha valakinek SMA-val születik a gyermek, akkor... Ha nem kap kezelést, akkor igen. A 2 éves kort nem működik. Ha kap kezelést, akkor pedig valószínűleg megéri. Javulnak az esélyei. Igen, de azt nem tudják megmondani, hogy mondjuk mi a várható élettartam. Tehát ilyen jóslásokban azért senki nem bocsátkozik. De a gyógyszerek egyre fejlettebbek, elérhetőek, ugye? Hát az a fontos, hogy van most már 3 olyan terápia, amivel lehet bizakodni, hogy lesz még jobb. Aha, értem. Vagy még kevesebb mellékhatással járó, vagy még többet segítő, tehát azért ezek... De hogy van valami, az már önmagában fantasztikus. Mert sok-sok évig nem volt. És akkor még, amikor ugye a spiráza volt az első, amit Amerikában már kipróbáltak, és akkor én nagyon sokszor vittem a szakirodalmat az orvosoknak, hogy... Te mutattad meg, hogy... Hihetetlenül szkeptikusok az orvosok. Igen. Nekünk azt mondta egy doktornő, hogy azért arra készüljünk, hogy essen varázspálca. Így indult, hogy essen varázspálca, és hogy nem fogod aljának segíteni. Így indult az orvos neki. Így indult. Ehhez képest rendkedve régi mozgáson. Mert hogy először ezt a gyógyszert is ugye egyedi kérelemmel kell kérni a NEAC-nál, és az első körben a 12 év alattiak kaphatták meg, és oda nem tudom már elmúlt 12 éves. De biztos vagyok benne, hogy van valahol egy olyan orvos, akihez jártok, aki egy csodadoktor. Jó, nyugtass meg, hogy azért van egy csodadoktor, aki azt mondja, hogy itt vagyok, az orvosi hátteret biztosítom. Ez így van. Szuper. Megemlítsük a nevét csak azért, hogy... Igen, dr. Gergely Anita. Akkor neki is köszönjük. Szeretnék egy pár dolgot azért így a vége felé tisztázni. Nagyon fontosnak tartom, hogy egyrészt nagyon-nagyon nagy szeretetet látok, és ez engem megnyugtat. Másik, hogy nem Krisztályék kerestek meg minket, hogy segítsünk, hanem én jöttem, hogy szeretnék segíteni. Mert látom, hogy ti járjátok a saját utatokat, ugye? Tehát jól látom, hogy ti mentek előre, és ez nagyon-nagyon szép dolog.
Ha szeretnél segíteni, akkor számtalan módon megteheted. Nyilván szükségetek van pénzre, mint mindenkinek, de ha valaki nem pénzzel szeretne segíteni, hanem egyéb módon, azt is megteheti, ugye? Tehát van egy Facebook oldalatok, elmondod, hogy... Igen, Dancsi Mosolyáért Alapítvány. Dancsi Mosolyáért Alapítvány. Ez egy teljesen bejegyzett alapítványként működik? Igen. Hú, de jó. És akkor föl lehet... Már 1%-okat is kaphatunk. Uh-huh. Úgyhogy ez is egy reménybeli nagy segítség lesz, de bárminek. Tehát föl lehet venni akkor veletek a kapcsolatot a Facebookon keresztül, persze. Mint ahogy én is írtam neked egy messenger üzenetet, úgy jött létre ez a forgatás, és ha valaki úgy érzi, hogy szeretne segíteni bármilyen tárgyi eszközben, akkor egyeztessetek Krisztával, mert nem biztos, hogy amire te gondolsz, az nekik hasznos, viszont lehet, hogy nekik van olyan gondolatuk, amiben ha te részt veszel, akkor tudsz vele segíteni. És most nekünk az elsődleges cél, mert akkor fogalmazzuk ezt meg, az az autós ülés, annak körülbelül akkor olyan 1,5 milliós vételára van, ahogy így néztük. Én azt szeretném tőletek kérni, hogyha valaki ebben részt kíván venni, ugye mi oldalunkról, akkor velem is felvehetitek a kapcsolatot. Én bele fogom a posztba írni a ti elérhetőségeiteket, bankszámlaszámotokat. Kérlek szépen, ha utaltok, akkor tegyétek meg. Utalásba írjátok meg bele, hogy sámán. Jó? Csak hogy nézzük, jó, hogy jött ki a történet, mert egyébként az Együtt Emmáért oldal kapcsán a egy leukémiás kislánynak segítettünk, és nagyon szép adományokat adtatok, amire nagyon büszke vagyok, úgyhogy köszönöm szépen nektek. Tartsátok fent magatokban, jó, ezt az érzést, hogy adni jó és adni kell, vissza kell adni az életbe, hogy hálásak lehessünk, és hogy segíthessünk azoknak az embereknek, akiknek tényleg szüksége van rá. Jól mondom? Bár tudom, látom, hogy erősek vagytok, meg tele vagytok energiával, és ez szuper. Akkor Dancsi, neked azt kívánom 18. szülnapodra, hogy legyen meg annak az ülésnek az ára, jó? Legyen ez a szülinapi és karácsony ajándék ennek a fiatalembernek és a családjának. Oké, ebben meg tudunk állapodni? Szuper. Köszönjük szépen. Kriszta, köszönöm szépen, hogy eljöttünk hozzátok, és hogy megcsináltuk ezt az interjút. És mindent megtaláltok a posztban, jó? Az elérhetőségeket. Ha pedig kérdés van, írjatok nekem, segítek tovább irányítani, jó? Kolos! Igen, Kolos! Köszönöm a kamerázást! Vigyázzatok magatokra! Sziasztok! Aloha! Sziasztok.